Amúgy sem egy unalmas kerület Erzsébetváros, Budapest 7. kerülete, nyilván a kampányban meg aztán végképp miért volna az. Most már tudjuk azt, hogy a kétfarkú kutya párt 5. a 7. kerületben is indít polgármester jelöltet Terdik Roland személyében, aki itt van most nálunk a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a nézőket különös tekintettel a választókorú népességre. Miattuk vettem fel ezt az akót, és ha megengedi, akkor most megrendelnék a Kutyostat Research közvéleménykutató cégtől egy felmérést, hogy hány voksot hoz ez az akó nekünk. Mit tippel? Köszönöm a türelmet. Mit tippel majd a beszélgetés végére, hogy ez mennyi fog nőni a kutyapárt népszerűsége? Jó, ebben reménykedik egy komoly népszerűségben és szavazatokra váltató népszerűségben reménykedik Lajos Béla is, aki a Színes Erzsébet Városért Egyesület jelöltjeként indul, aki egyszer elindult civilként, aztán utána bejelentették a Tisza párta, hogy indul, de mégsem, aztán mégis civilként az egyesület nevében indul. Itt volt bent egyébként nálunk is, elmondta ennek nagyjából hátterét. Megjelent is a színen. Miért választotta a kutyapárt a 7. kerületet is, hogy ott megméresse magát? Például egy fővárosi listán az erre már nincs is szükség. Hát régóta tevékenykedünk a 7. kerületben, tehát eleve a Kovács Gergő, amikor visszaköltözött Szegedről, akkor ott élt elég sokáig, nagyon sok street art alkotásunk van kint, és én egyébként már indultam a országgyűlési képviselőként is, és egy időközi kormányzati választás. Rendre harmadik lett, úgyhogy nem tudom, hát, hogy ez a hagyomány, ez fontos. Most jön a kivétel. Aha. Jó, most viccen kívül nem tudom, hogy ezt egyáltalán lehet, de próbáljuk meg. Méréseik vannak-e, van-e visszajelzés arról, hogy milyen esélyekkel számít, vagy milyen eredményre számít majd? Hát a hagyományos pártokkal ellentétben nekünk nincsen nagyon sok pénzünk ilyesmire. Már most ez a Zakó felmérésre azért futott a hirtelen. Igen, hát ez egy belsős, tehát az a Kutyostat az természetesen dolgozik, viszont a közismert közvéleménykutató cégektől mi nem tudunk semmiféle megrendelést leadni. Tehát nincsenek ilyen információk a birtokunkban. Jó, mondjuk a... De én nem hiszem, nem vagyok benne biztos a számok alakulását tekintve, hogy meg mennyire szórnak ezek a mérések, hogy a Kutyostat megbízhatatlanabb lenne ezeknél a cégeknél. Már csak azért, mert ez, tehát a vége az egy matematika. Lesz egy szám. És eddig ugye volt a 22-es országgyűlési, ezt említette az imént, aztán volt egy, akkor ugye 5,5%-ot ért el, aztán volt egy időközi szintén 2022-ben, akkor még 13%-ot ért el. Az már azért jobb, lényegesen jobb, de ahhoz még kevés. Hát látszik a tendencia. Látszik a tendencia, hogyha megint duplázódik, mondjuk akkor már az akár 26% is lehet, azzal már nem tudom, meg lehetne csípni a polgármesteri széket. Hát attól függ, hogy milyen ritmusban nő, lehet, hogy triplázódik. Igazából az ellenfelekkel, például a Színes Erzsébet Város Egyesület jelöltjével szemben, mik az önök kifogásai? Hát alapvetően mi szeretjük a tevékeny civileket, tehát az a rész, amit ők végeznek, azzal nincs semmi probléma. Hát ez, hogy egyik nap még a Tisza párt jelöltje, miután elég sokáig azzal kampányoltak, hogy párt érdekektől és pártcsatáktól mentes kerületet szeretnének, majd felveszi az ajánlóíveket, másnap pedig leadja, ez legyen a Tisza párt és a Lajos ügye, nem szeretném kommentálni, de kicsit furcsa, kétségtelen. Na, de azért csak kommentálja, hát az, akkor mi a furcsa ebben? Mert csak azért, mert Lajos Béla elmondta itt bent a stúdióban, hogy ennek mi volt az oka, tulajdonképpen még a Tisza párt előtt már elkezdődött az a fajta együttműködés, ami, ahogy ő fogalmazott, ami aztán egy Tisza pártos ajánlói felvételben öltött testet, és az egyesületükkel ezt nem egyeztette, nagyon gyorsan kellett ebben cselekedni, végeredményben igent mondott a Tisza pártnak, de aztán utána folytak az események az egyesületen belül, és akkor megdumálták egymás között, hogy ez így nem oké. Olyan a korai kétfarkú kutyapártra emlékeztető bájos kócosság jellemzi ezt a történetet, hogyha csak az elmondásokból indulok ki. Lehet, hogy így történt. Ha egy hónap volt rá, és közben párttá változott a Talpra Magyarok közössége, akkor még a legelején talán így hívták ugye a Magyar Péternek a szervezetét, amiről azért valószínűleg Lajos Béla tudott. Az kicsit gyanús, hogy mégiscsak valamiféle pártpolitikai ambíciók is, vagy egyéni ambíciók lehettek emögött. Na jó, ebből végeredményben visszajött, tehát a status quo az ugyanaz, mint ami volt mondjuk 2,5 hónap ezelőtt. Ez
ez indította arra a kutyapártot, hogy megnyilvánuljon a kerületben? Tehát ez, amit ön furcsaságnak nevezett, ez adott egy ambíciót? Nem, hát akkor mi már ugyanúgy ajánlásokat gyűjtöttünk javában, tehát már folyt a kampányidőszak. Ugye nem csak polgármesterré kéne válni, tök jó volna, hogyha volna gondolom egy testület is, amelyik támogatja. Ez viszont jelentős könnyebbség, hogyha többi párttal is egyeztetnek, van-e ilyen? Vagy a jelölő szervezetele, hogy legyünk egészen konkrét. Még nem került erre sor. A Niedermüller féle város vezetéssel kapcsolatban ott helyben mik azok az ügyek, amelyekre önök orvoslást keresnek? Hát többet is tudok mondani. Van egy, amit már elértünk, ugye a belső Erzsébetvárosban, a Buli negyedben a lakosok nagyon-nagyon vágytak nagyobb rendőri jelenlétre. És önök értékel, hogy legyen? Drogdilerek is a prostitúció jelenléte miatt. Hát amit Niedermüller Péter 5 évig nem érte el, ugye? Mi egy héten keresztül cipeltük magunkkal Pintér Sándor belügyminiszter urat, igaz, hogy karton formában, de egy hét alatt egyszer csak született egy kormányrendelet, hogy rendőrös települ a Gosdú udvar környékére. Ezek tények. Ja, jó, ez tény, persze. Ugye a Kazinczy utcában is már van régebb óta rendőrös. Ez most csak egy dolog. A történet az... Nem arról van szó, tehát a mindenkinek nehezére esik 2024-ben megbízni a kormány ígéreteiben természetesen, tehát meglátjuk, hogy mi fog ez. Jó, tehát így a kartonpintértől az is egyébként jó, meg vicces, nem mi más volna. Szóval a kormánynak van egy olyan döntése, hogy a 7. kerületben, a Buli negyedben rendet kell rakni, ezért aztán utasítást kapott Pintér Sándor, hogy a rendőri jelenléte kapcsolatos intézkedéseket, azokat dolgozza ki, hogy foganatosítsa, hogy egy kicsit rendőrnyelven is beszéljünk. Niedermüller Péter pedig erre azt mondja a kerület polgármestere, hogy ami kampányígéret volt, nem így fogalmazott, de hogy mostanra ez megtörténik, tehát az erősített rendőri jelenlét, az ígéret már van rá, hogy ez meg fog történni. Na jó, oké, rendben van, tehát akkor azt mondják, hogy önök ezt tulajdonképpen elérték a karton Pintér Sándorra. Egyébként tudok még nagyon sok problémát mondani. Milyen papírmoséből mi lesz még? Hát eleve a 7. kerület az a átlátszó és a K-monitor idei, azt hiszem márciusban hozták ki, és tavaly télen csinálták a kutatást. Az átláthatóságát vizsgálták a budapesti kerületeknek és más városoknak is, és a Erzsébet város egy ligában játszik a 16. kerülettel, ami fideszes vezetésű, és a 12. kerülettel, ami szintén fideszes vezetésű, tehát gyakorlatilag a legpocsékabb ellenzéki kerület Budapesten. Erre azt mondja a polgármester, hogy az üvegzseb oldalon fönt vannak azok az inkriminált szerződések is, amelyek... Volt előrelépés, de ezek az antikorrupciós szervezetek ezt állapították meg. Én egyébként Ferencvárosban elég sok, tehát én a Baranyi Krisztina kabinettjében dolgoztam, viccen kívül, és többek között én voltam, aki ott kidolgozta az átláthatósági rendeletet, tehát ebben biztos, hogy tudok majd tevékenykedni. Vita. Miért a Várkert bazáron kívül lesz a kétfarkú kutyapárt, és miért nem belül? Alapvetően nem vitázok a vitáról folyó vitáról, de az ön kedvéért kivételt teszek. Hát eleve szerintem ez úgy fog kinézni gyakorlatilag ezekkel a feltételekkel, hogy óvatatlanul úgy fog tűnni, hogy a díszellenzék ül benn ezen a vitán. És mondjuk a Németh Balázs, aki a moderátor személye, az egyik moderátor, és még nemrég az hír lett, hogy ő lesz a Fidesz főpolgármester jelöltje Budapesten. Hát erre ilyen a napon akkor persze, akkor legyen vita, Léa Maria, te bemegy, és mondjuk én leszek a moderátor. Aztán a témák között is, ugye itt volt egy az Euróbarométer felmérése szerint, de hát, hogy valójában nem azok a témák. Tehát ilyen alapon mondjuk feltettének kérdést arról is, hogy vitassuk meg a 15. századi európai szerzetesrendek szandálviselési szokásait. Tessék, 2 perc. Nekem erre 2 perc sok volna valószínűleg, mert fél mondatig nem jutnék el. Nagyon röviden a Tisza párt is demonstrálni fog a Várkert bazár előtt, meg önök is. Nem fog egymásra csúszni a kettő? Hát valahol ott leszünk a Várkert bazár környékén, ezt meg fogjuk oldani.
Terdik Rolandnak, a 7. kerület polgármester jelöltjének a kétfarkú kutyapárt részéről, de nagyon fontos, mielőtt elbúcsúzik, hogy megjöttek az eredmények. Igen. Kutyastat Research az Akó miatt a biztos pártválasztók között 150%-on állunk, szerintem alul mértek. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást, minden jót.